Pedagógusnap alkalmából több mint 500-an, összesen 53-an kaptak kitüntetést a Hagymaházban. A péntek délutáni rendezvényen 7 kategóriában jutalmazták a pedagógusokat. Tavaly is már mondtam, hogy tulajdonképpen a mostani óriási átállásban az ember keresi a helyét, keresi azt, hogy mi közünk nekünk ehhez a dologhoz, és hát azt kell mondanom, hogy végül is egy városnak, pláne egy ekkora városnak, mint Makó, akkor is van ehhez az ügyhöz köze, nem kevés, hogyha mondjuk más a fönntartó. Az igazság az, hogy nekünk, makóiaknak nagyon nem mindegy, hogy kik tanítják a gyerekeinket, nagyon nem mindegy az, hogy olyan pedagógus garnitúra vigyáz-e a fiatalokra, azoknak a képességeinek az alakulására, mint amilyenek a mostaniak, vagy esetleg gyöngébb, felelőtlenebb. Hál' Istennek remek pedagógusaink vannak, olyanok, akik országosan párját ritkító eredményeket hoznak ki a gyerekeinkből. És függetlenül attól, hogy most az egyik iskola egyházi, másik is egyházi, a harmadik állam, a negyedik nem tudom milyen, ugyanazokat a gyerekeket tanítják, ugyanazok a pedagógusok. És én azt gondolom, hogy talán nekik is fontos az, hogy ezt a mi gyerekeinkért teszik, ezért a városért, és talán nekik is jól esik az, hogy a város közössége úgy gondolja, hogy egy évben egyszer megköszönjük ezt nekik. Nagyon fontosak nekünk azok a tanárok, akik a kiváló képességű gyerekeinkbe felfedezik a tehetséget, esetleg egyedi, vagy hát mindenképpen nagy tehetséget, de azt is elmondtam a köszöntőbe, és kimondom most is, hogy...